mindenki számára elérhetővé tenni az árfolyamgátat, a kilakoltatási moratóriumot pedig a teljes téli időszakra kiterjeszteni a Fidesz. Rogán Antal szerint ezzel a javaslattal minden devizahiteles problémájára létezne megoldás. Az ellenzék szerint a javaslat csak újabb időhúzás. Végrehajtási, tehát a kilakoltatási moratórium kiszélesítésére kerüljön sor. Ez a két pontos javaslatcsomag egyik eleme. A kilakoltatási moratórium április 30-áig a teljes téli időszakra vonatkozna. Szélesítsük ki az árfolyamgát már működő intézményét. Ez pedig a másik kezdeményezés. Ez szerint az árfolyamgátat az is igénybe vehetné, akit a jogszabály eddig kizárt ebből a körből. Magyarországon több mint 150 ezer olyan család van, aki 90 napon túli tartozással rendelkezik, szeretné fizetni a hitelét, még nem indult el a végrehajtási eljárás. Ennek megfelelően az ő számukra megoldást jelenthet az árfolyamgát teljes kinyitása. Az árfolyamgát feltételei nem változnának. A svájci frankot 180, az eurót 250, a japán jen pedig 2,5 forinton lehet továbbra is törleszteni. A rögzített árfolyamot legfeljebb 5 évig, illetve a devizakölcsön lejáratáig lehet majd alkalmazni. A különbözet egy gyűjtőszámlán halmozódik tovább forint hitelként. Visszafizetni csak a tőkerészt kell, illetve a rögzített árfolyam kamatát. Az e feletti összeget a bank és az állam átvállalja. A javaslatot kivételes sürgősséggel már kedden megszavazhatja a ház, a bankszövetség korábbi ajánlását pedig konzultációra bocsátaná a kormány. Az MSZP szerint a javaslat nem megoldja, csak elodázza azt a problémát, amit a Fidesz okozott. Az LMP pedig úgy látja, hogy az árfolyamgát gyenge eszköz, és nem tudja érdemben kezelni a devizahitel krízist. Nyilvánvaló, hogy érdemben nem kívánja a Fidesz kezelni a devizahiteles krízist, csak elodázza a problémát a választásokig, addig masszatol vele, amíg úgy tűnik, mintha megoldódna bármi is. A javaslat miatt a Jobbik is tiltakozott. A párt úgy látja, ezzel a kormány aszpirint ad a haldoklóknak.